A füvet már locsolják, és a karbantartók is folyamatosan dolgoznak a bonyhádi fürdő területén. Itt már a nyári szezonra készülnek. A kormány rendelete értelmében ugyanis a vidéki fürdők hétfő óta már kinyithattak. Június hónap közepén olyan állapotban kell lennie, hogy kinyitásra alkalmas legyen. Ez azt jelenti, hogy a medencéknek fel kell tele lenni vízzel, hatósági engedéllyel kell rendelkezzünk, laborpapírokkal kell alátámasztani, hogy a víz fürdésre alkalmas, és ha ezen feltételek együtt vannak, akkor megszülethet az a döntés június hónap elején, hogy június közepén kinyithatunk. Bár a koronavírus miatt még sok a bizonytalanság a jövőt illetően, Bonyhádon már hetekkel ezelőtt elkezdtek átállni a téli üzemmódról nyárira, és a fürdőben megforduló vendégek kényelmét szolgáló kisebb fejlesztéseket is végeztek. Hogy más nem mondjak, régi vágyunk volt az, hogy bankkártyás fizetéssel lehessen a fürdő területére lépni, és a büfében is lehessen kártyával fizetni. Ennek feltételeit megteremtettük. A dolgozó személyzetnek a belső komfort érzetét növelő intézkedéseket megtettük, irodaépületeket újítottunk fel, tehát részünkről készen állunk egy nyári nyitásra. A bonyhádi fürdő a tervek szerint tehát június közepétől várja a vendégeket.